maradnak. Június 30-áig meghosszabbította az árstoppokat a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Negatív folyamatok, az egyre erősödő egyensúlyvesztés okozta a most tapasztalható nagyon magas inflációt, mondta Surányi György volt jegybankelnök. Olcsó méz, drága következmények, ha megszűnik a hazai méhészet, a megporzó rovarok léte is veszélybe kerülhet. Június 30-áig meghosszabbította az árstoppokat a kormány, jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány akciók meghirdetésére kötelezi az üzleteket. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az alapvető élelmiszereket 20 kategóriába kell besorolni, az érintett kereskedelmi egységeknek valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál 10%-kal alacsonyabban kínálni, az akciók pedig nem vonatkozhatnak árstopos termékekre. A rendelkezés legkésőbb július 1-től léphet életbe. A tárcavezető azt is elmondta, hogy idén a mezőgazdasági öntözés költségeit átvállalja a kormány, így kezelve a tavalyi aszálykár miatt kialakult helyzetet. Az egyre erősödő egyensúlyvesztés okozta a most tapasztalható nagyon magas inflációt, mondta el televíziónknak adott interjújában Surányi György. A volt jegybankelnök szerint külső és belső gazdasági tényezők egyszerre okozzák a gazdasági nehézségeket Magyarországon, amelyek nem a Covid és az orosz-ukrán háború idején alakultak ki. Az egyetemi tanár azt mondta, 2017-ben kezdődött el az a folyamat, amelyben az ország termelékenysége lemaradt a bérek növekedése mögött. Surányi György nyíregyházi előadását és a vele készült interjút is azzal kezdte, hogy álláspontja szerint a gazdasági nehézségek nem a járvány és a háború miatt alakultak ki Magyarországon, hanem már 2017-ben lehetett látni a megtorpanás előjeleit. 2017-ben egy gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány, az úgynevezett nagynyomású gazdaságpolitika irányába lépett, ami koncentráltan, összehangoltan a költségvetés, a jövedelempolitika és a monetáris politika eszközrendszerével a kereslet növelését helyezte a középpontba. Olyan keresletnövelést, ami mögött nem volt ekvivalens teljesítmény. Ennek következtében túlkereslet, túlfűtöttség jött létre a magyar gazdaságban. Első menetben láthatóan gyorsult a növekedés, de a növekedés gyorsulása nem egy egyensúlyi pályán tapasztalható gyorsulás volt, hanem fokozatosan elkezdtek romlani a pénzügyi egyensúlyi mutatók. Először nyilván nem látványosan, az infláció évente 1,5%-kal gyorsult, a külső egyensúly évről évre, a GDP-ben mérve 1,5%-kal, 2%-kal romlott, a költségvetés a teljesítményhez képest relatíve túl expanzív volt, és mindezek hatására valóban 2020 elején a pandémia előtt már 4,7%-os inflációt lehetett rögzíteni, 2022. februárban pedig az orosz, a szörnyű orosz háború előtt már 8,4% volt az infláció. A külső egyensúlyi többlet leolvadt, először csak a többlet olvadt le, majd 2019-21 és 22-ben egyre nagyobb deficit jött létre. Természetesen ezeknek a számoknak a romlásához hozzátettek a kedvezőtlen külső hatások is, de azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottan azt lehet mondani, hogy ezeknek a külső egyensúly romlás és az infláció példátlan gyorsulásának legfeljebb a fele az, amit extra külső tényezőkkel lehet magyarázni. A Covid előtt és utána is nagyon kedvező gazdasági adatokat lehetett látni a magyar gazdaságban. Csökkent a munkanélküliség és nőtt a GDP. De a közgazdás szerint a hazai termelékenység mértéke nem tartott lépést a bérekkel. Kétségkívül mérhetően javuló körülményeket lehetett látni. Valóban nőtt a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a reálbérek. Mindig az a kérdés, hogy ezen kedvező folyamatok egyensúlyi, fenntartható növekedési pályán mennek-e végbe, és a válasz az az, hogy,
hogy sajnálatosan 2017 elejétől ezek az egyensúlyi mutatók, ami ezeknek a kedvező folyamatoknak a fenntarthatóságát biztosítják, ezek nem voltak jelen. Fokozatosan romlottak ezek a mutatók, amelyek aztán 2021-22-ben már nagyon látványos romlásba mentek. Surányi György azzal zárta, hogy a magyar gazdaság rövid és középtávú jövőjét jelentősen fogja pozitív irányba befolyásolni, ha lezárják a vitát az Európai Bizottsággal az uniós támogatások ügyében. Az európai források nem csak kellő tőkét jelentenek a hazai fejlesztésekhez, de a pénzpiacok bizalmát is erősítik. Nem csak a gabonára, de egyebek mellett az olcsó ukrán méz behozatalára is szankciókat vetett ki Magyarország kormánya. Az április 18-án megjelent kormányrendelet célja, hogy megvédje a hazai méhészeket, akik a tavalyi termés mintegy 70-80%-át még nem tudták értékesíteni, mondta el Hok József. A Nyíregyházi Méhész Egyesület elnöke szerint nem csak a hivatásos méhészek túlélése, de az ökológiai egyensúly megtartása is a tét, ami legfőképp a fogyasztói szokásokon és a növényvédelmi technikákon múlik. Hok József mutatja kameránknak a tavalyi akácméz tökéletes állagát, bár tulajdonosuk boldogabb lenne, ha a tavasz beköszöntével a hordók már üresen állnának ebben a raktárban. A hungarikummá minősített mézfajtát, csak úgy, mint a többi virágból készített mézet, egyre nehezebb értékesíteni a magyar piacon. Hok József úgy fogalmazott, a hazai méhészek tavalyi termésének mintegy 70-80%-a még értékesítésre vár. Mindannyian tudjuk azt, hogy az ukrán méz, kínai méz jelentősen elárasztja Európát, nem csak Magyarországon keresztül, hanem az összes Európai Unió tagállamain keresztül, Lengyelországon keresztül, mindenen keresztül, de az Egyesült Királyságot is mondhatnánk, végül is volt egy közeljövőben egy több száz tételes mézvizsgálat, mint egyértelműen kiderült, hogy az Egyesült Királyságból érkező mézek 99% vagy 100% hamisítvány. A Törökországból érkező mézek 90% fölötti értékbe hamisítvány. Az ukrán mézekre nem mondhatjuk, hogy hamisítvány, de a áru tömegük, és teljes mértékben sajnálom az ukránokat, én azt mondom, de az, hogy lebombázzák a mézes hordókat, vagy eladják olcsóbban, ez megint nem kérdés, hogy inkább azt fogják választani, hogy olcsóbban eladják. Sajnos nekünk ezekkel az árakkal kéne, hogy versenyezzünk. Hok József azt is elmondta, hogy a laboratóriumi körülmények között előállított, tehát növényt nem látott olcsó méz kínálattal nem lehet versenyezni, és ez ellehetetleníti a hazai főállású méhészeket. A Magyar Közlönyben április 18-án megjelent kormányrendelet éppen ezért nem csak az olcsó ukrán gabonára terjed ki, hanem a repce és napraforgó magra, a lisztre, étolajra, valamint egyes húsfélék mellett a mézre is. Ugyanakkor ezen termékek Magyarország területén történő átszállítását nem tiltja, mondta el Hok József. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke úgy véli, mindaddig, amíg a fogyasztók a hamisítványokat választják, a valódi méz iránti kereslet nem fog nőni, és ez nem csak gazdasági, de ökológiai károkat is okozhat. Korábbi években itt arról beszéltünk 10-15 évvel ezelőtt, hogy 150-200 megpózó rovar van. Ezek a megpózó rovarok száma vagy fajtája most már azért 80 köré csökkent. Méheinket is csak mesterségesen tudtuk eddig életben, vagy már tudjuk életben tartani. Azért, és ezek a megporzók most 90% most már azt kell, hogy mondjuk, hogy a méhek. Ha méhek nem tudjuk gazdaságosan fenntartani, csak veszteségből a méhés se fogja fenntartani. A szakember szerint a lakosság is sokat tehetne a megporzó rovarok védelme érdekében azzal, ha olyan növényvédelemmel próbálkoznának a kertjeikben, amelyek nem lennének végzetesek a rovarok számára. Maga a növényvédelem miatt is azért nagyon sok rovar nem pusztult ki, a növényvédőszerek használata sokkal fokozottabb. Már birkozunk azzal a permetezésekkel, hogy meg kell védeni a növényeket, mi ezzel egyetértünk. Csak az, hogy úgy gondolja valaki, vagy úgy gondolják a kiskert tulajdonosok, inkább én a kiskert tulajdonosokra mondanám, hogy most virít a fájuk, most nekik permetezni kell. Igaz, hogy mély kímélőszert, akár mészszer egyébbe permeteznek, csak azt nem tudják elfogni, hogyha az a rovar mély, ott van most a gyümölcsfán, és ő lefújja egy mészlével,
az a méh nem tud visszamenni a kaptárba, mert átázott, nem engedi be a család, mert idegen szaga lesz, és ki vagyunk téve megint a növényvédelem kockázatának vagy hatásának. Az elnök hangsúlyozta, mivel a méz minőségét olyannyira nem befolyásolja az idő, hogy a több ezer éves piramisokban talált méz is alkalmas emberi fogyasztásra, nem érdemes arra várni, hogy az Európai Unió területére bejutott olcsó méz miatt a hazai méhészek a termelési ár alatt fogják adni a mézüket. Vagyis a kiskereskedőknél továbbra is marad a 3-3500-as, a nagyáruházakban pedig az 5-7000 forintos ár. Péntektől mintegy 130 köbméter balkonföldet szállít ki a Nyírvévé Nonprofit Kft. Nyíregyháza társasházi lakó övezeteibe. A város 76 pontjára szombaton és a jövő hét elején is folytatódik a kihelyezés, helyszínenként fél és 4 köbméter közötti mennyiségben. A cél, hogy a termőföld és komposzt keveréket virágültetésekhez, balkonládák növényesítéséhez és egyéb ültetésekhez használják fel a városlakók. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeretné, ha Nyíregyházán minél virágosabbak lennének az erkélyek, lodzsák, teraszok, függőfolyosók és ablakok. Még idén visszatér Magyarországra Ferenc pápa, február óta országszerte készülnek a katolikusok az egyházfővel való találkozásra. A fiatalok április 29-én a Pap László sportarénában hallgathatják meg élőben a Szentatyát, aki másnap, vasárnap reggel a Kossuth téren tart szentmisét. A MÁV Volán csoport és a Gyesev járatait a pápai látogatás eseményeire utazók ingyenesen vehetik igénybe. A római katolikus egyház feje legutóbb 2021-ben járt Magyarországon. Akkor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából érkezett hazánkba, és már ekkor ígéretet tett, hogy mihamarabb visszatér Budapestre. Az újbóli látogatás időpontjául a Szentatya az idei év áprilisának utolsó hétvégéjét választotta. Most a húsvéti időszakban vagyunk, és a húsvéti időnek vannak vasárnapi alkalma, és ez a húsvét negyedik vasárnapja lesz, amikor a Szentatya ide érkezik hozzánk. Ez a mi liturgikus hagyományunkban a Jópásztor vasárnapja, amikor azt az evangéliumi szakaszt fogjuk felolvasni, hogy Krisztus a Jópásztor, aki összetartja a nyájat, és ezért külön szimbólum az, hogy velünk ünnepel a Jópásztor, velünk ünnepel a Szentatya a magyarországi katolikusokkal és a magyarországi emberekkel. A háromnapos pápai látogatás első napján, április 28-án pénteken a pápát először Novák Katalin köztársasági elnök fogadja a Sándor palotában, majd az egyházfő a Karmelita kolostorban találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint a hazai társadalmi élet és diplomáciai testület képviselőivel. Az első nagyobb szabású, a nagy közönség számára is nyilvános esemény a szombaton 16:30-kor kezdődő találkozó lesz, amelyen Ferenc pápa a magyar fiataloknak mond beszédet a Pap László sportarénában. Igyekszünk mindent mi is megtenni, hogy a lehető legnagyobb mértékben részt vegyünk ezen a látogatáson. Pénteki nap folyamán mi atyák fogunk felutazni Budapestre, mert a Szent István Bazilikában velünk lesz egy külön találkozó. A szombati napnak a délelőttjén az Egyházmegyei Karitásznak bizonyos tagjai, önkéntesei és gondozottjai fognak felutazni Budapestre a Rózsák terére, a délután folyamán pedig az iskoláink, ugyanígy a Szent Imre Katolikus Gimnáziumnak is a tanulói fel fognak utazni majd a fővárosba. A sokak számára leginkább várt program a vasárnap reggeli Kossuth téren tartandó szentmise lesz, amelyre a kilátogatók érkezési sorrendben léphetnek majd be. A MÁV Volán csoport és a Gyesev díjmentes utazást biztosít az ország bármely pontjából a fővárosba, a szombati Pap László sportarénában sorra kerülő rendezvényre, valamint a vasárnapi szentmisére is. A további részletekkel kapcsolatban a szervezők létrehoztak egy honlapot, amelyen a pápai látogatással kapcsolatos egyéb információk is elérhetők. 9. alkalommal szervezték meg a Hozzá egy verset Tisza Bezdédre című egésznapos rendezvényt. Az esemény változatos programokat kínált volna a költészet napja kapcsán, de a jégeső miatt félbeszakadt. Délelőtt 10 óra, Tisza Bezdéd. Ragyogó napsütés, incsiklandó illatok és egy szabadtéri színpad várja az érdeklődőket a Tájház udvarán. Kevés település mondhatja el magáról, hogy a Magyar Költészet Napja alkalmából
egésznapos programmal készültek. Nem így Tiszabezdéden, ahol múlt hét szombaton a helyi tehetségek bemutatkozása mellett számos előadót várt a közönség. 9. alkalommal vagyunk, és hagyomány teremtődött a településen. Minden évben egyre nagyobb a program. Nagyon neves kortárs költőket, zenészeket, zenekarokat látunk Tiszabezdéden vendégül, és hál' Istennek vannak visszajáró zenekarok is. A közösség kovácsoló ereje a legfontosabb számomra. Amikor a programot elkezdtük, néhány ember, néhány lelkes versmondó volt a színpadon, és mára 50 gyerek hozott verset Tiszabezdére az általános iskolából. Vannak környékbeli fellépőink is, vannak szomszéd településről hozott versek felnőttektől, gyerekektől, és hát örömmel üdvözöljük a kortárs költőket, a zenekarokat, akik nem prózában, hanem zenében, dalban hozzák el a verseket. Dakó Attila polgármester azt is elmondta, hogy a helyi közösség számára különösen fontos a rendezvénynek otthont adó tájház, amely eredetileg egy bontásra ítélt épület volt, de a civil adakozóknak köszönhetően a településre jellemző bútorokkal sikerült berendezni. Az érdekessége ennek a tájháznak még az, hogy mivel nincs közösségi terünk, nincs művelődési házunk, vagy nem alkalmas a közösségi szereplésekre, ez vette át a élő tájházként a közösségi tér funkcióját. Megrendezésre kerülnek a tavaszi köszöntőprogramok, majd ez a költészet napja. A Tarsoly Lemezfesztiválunkat külső helyszínen tartjuk, de az utána következőhoz, illetve Szeretlek Magyarország, Itthon vagy Tiszabezdéden programunk már itt van megrendezve, és az évet jellemzően egy karácsonyi, mindenki karácsonyával zárjuk, amit szintén a tájházban tartunk. Ilyenkor ugye hozzuk a néphagyományaikat, disznóvágás van, disznótor van, és tényleg úgy alakul a tájház élete, mint az építésekor az 1930-as években. A Mazsorett csoport produkcióját a szintetizátoros növendékek bemutatkozása követte. Ekkorra azonban már gyülekeztek a felhők az égbolton, a Kár pedig nem zenekar lemezbemutató koncertjét félbe is szakította a hirtelen lezúduló jégeső. Bár a nagy színpadra tervezett további ingyenes élőzenei koncertek elmaradtak, Áfra János költő egy kisebb teremben megtartotta Fraktálok című programját, a Felvidéki Akusztikus Kvártett koncertjét pedig a jövőben pótolni fogják. Továbbra is nyeretlen az alsóházi rájátszásban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák a harmadik fordulóban a Kaposvárt fogadták, és a vendégek 79-69-re megnyerték a mérkőzést. A Nyíregyháza vasárnap a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a Budapesti Honvédot fogadja. A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Két vesztes mérkőzés után fogadta a Kaposvárt a Nyíregyháza, amelynek egyik kulcsjátékosa, Ritis Pipirász a bemelegítés után jelezte, hogy sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot. Az első negyedet 3 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc 1 ponttal a hazaiaké lett. A térfélcserét követően 3 triplával ellépett a Kaposvár, majd 10 pont fölé nőtt a különbség. A negyed végére felzárkóztak a Cápák, sőt a záró játékrész elején utól is érték ellenfelüket. A vezetést azonban nem tudta átvenni a Nyíregyháza, a vendégek ismét kiépítettek egy kisebb előnyt, amit meg is tartottak a mérkőzés végéig. A hazaiak vezetőedzője feszült hangulatban értékelt a mérkőzést követően. Először a kosárlabdáról beszélek. A srácok mindent megtettek, a legjobbjukat nyújtották 40 percen át. Ritis Pipirász nélkül játszottunk, már pedig ő fontos hiányzónk volt. Fejlődnünk kell abban, hogy hazai pályán jobb százalékban kell dobnunk a büntetőt, és ma sok hármast is kihagytunk. Minden statisztikai mutatóban egyenlőek voltunk a Kaposvárral, vagy még jobbak is voltunk, de volt ma 3 ember a pályán, akik nagyon rossz munkát végeztek. Ennek hangot kell adnom. A játékvezetők az első fél időben borzasztó helyzetbe hoztak minket. 4 technikait kaptunk a meccsen, egyet például úgy, hogy dobás közben a játékosom aláugrott a védője.
ez sportszerűtlen is lehetett volna, erre az én játékosom kapott technikait. Nagyon könnyű síppal fújták ránk a faltokat is, egy fontos blokkot is szabálytalannak láttak, míg mi az első félidőben szinte semmilyen ítéletet nem kaptunk meg. A szövetségnek tennie kell ezzel valamit. Mi itt napról napra küzdünk, és a játékvezetők elpusztítanak minket. Biztos vagyok benne, hogy ha 5-5 ellen játszunk, megnyerjük ezt a meccset. A kaposváriaknak gratulálok, ezeket egyáltalán nem ellenük mondtam. A vendégek vezetőedzője szerint a második félidőre feljavult játékuknak köszönhetik a győzelmet. Mindkét csapat számára nagyon fontos volt a meccs, hogy milyen irányba indulna tulajdonképpen. Azt mondom, hogy az első félidőben nagyon idegesen játszottunk. Nem ment úgy, ahogy a labda, ahogy kellett, sok eladott labdánk volt, és nem dobtunk egyetlen egy 3 pontot sem. A második időben fordult a kocka, hogy az első félidőben 11 eladott labdánk volt, a másodikban csak 3. Meg kintről is hála Isten betaláltunk, és ebből tudtunk egy kis előnyt kovácsolni, amit aztán majdnem el is engedtünk, mert visszajött a Nyíregyháza a meccsbe. Gratulálok a fiúknak, ez egy rettentő fontos győzelem volt, sokan nem is gondolnák, hogy mennyire, és a Nyíregyházaknak is sok sikert kívánok a továbbiakban. Én azt gondolom, hogy így a Pipirasz nélkül, illetve a Perinek is fault gondja volt, szerintem a magyarok jól játszottak. A forduló másik két mérkőzésének eredménye a következő: Budapesti Honvéd Oroszlány 67-73 és Atomerőműese Szeged 87-70. Az alsóházi tabella élén az Atomerőműese áll 11 ponttal, megelőzve a 10 pontos Oroszlányt. A 4 ponttal 6. Nyíregyháza vasárnap 19 órai kezdettel a Budapesti Honvédot fogadja a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Június 30-áig meghosszabbította az árstopokat a kormány, jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány akciók meghirdetésére kötelezi az üzleteket, az alapvető élelmiszereket 20 kategóriába kell besorolni. Az érintett kereskedelmi egységeknek valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál 10%-kal alacsonyabban kínálni, az akciók pedig nem vonatkozhatnak árstopos termékekre. Külső és belső gazdasági tényezők egyszerre okozzák a gazdasági nehézségeket Magyarországon, amelyek nem a Covid és az orosz-ukrán háború idején alakultak ki. Erről beszélt televíziónknak adott interjújában Surányi György volt jegybankelnök. Az egyetemi tanár azt mondta, 2017-ben kezdődött el az a folyamat, amelyben az ország termelékenysége lemaradt a bérek növekedése mögött. Az egyre erősödő egyensúlyvesztés okozta a most tapasztalható nagyon magas inflációt. Az olcsó ukrán gabona mellett a mézre is kiterjedt az importtilalom. Ez derül ki a magyar közlönyben április 18-án megjelent kormányrendeletből. Magyarország kormánya ezzel a hazai méhészeket igyekszik védeni, akik a tavalyi termés mintegy 70-80%-át máig nem tudták értékesíteni, mondta el Hok József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke. Április 20-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a késő délelőtti óráktól kezdve sokfelé képződik gomoly felhő, melyek egyes körzetekben időszakosan össze is állhatnak, de összességében több órára kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul.